Folyamatosan dolgoznak a munkagépek csikostöltösen. Egy új korszerű csapadékvízelvezető rendszert alakítanak ki a Szabadság utca, Hunyadi tér és a Béke utca területén. A munkálatok jó ütemben haladnak. A tervek szerint augusztus végére elkészül a beruházás. Sikerül a kivitelezőnek a lakossággal olyan szépen együttműködni, hogy kisebb kellemetlenségekkel meg tudják ezt a feladatot oldani. Nagyon kevés elzárással, utelzárással tudják folytatni ezt a munkájukat. Ez 1800 méter csapadékvíz elvezetése. Van ebből a Szabadság utcából a temető feljárattól le a Hunyadi térig teljesen zárt rendszerbe fog lejönni a csapadékvíz. A Béke utcába pedig nyitott burkolt árokba fog ez megtörténni. A beruházásra nagy szükség van, egy hirtelen lezuduló nagy mennyiségű csapadék ugyanis komoly problémát jelentett az ott lakóknak. Bízunk benne, hogy a munka elvégzése után kellemes viszonyok alakulnak ki nálunk, a lezúduló villámárvizeket mederbe tudjuk terelni, és mindenképpen a község összképében is javítani fog az, hogy rendes burkolt árkaink lesznek, amik biztonságot oldanak meg a lakosság részére. 198 milliós bruttóba a pályázat, ebből gyakorlatilag a kivitelezés a 160 milliós, és augusztus végére van tervezve a vége, az átadása, és most úgy áll a csapat, hogy 25% kell állni május 27-ére, ez most megvalósulnak tűnik. Közben egy másik beruházás is folyamatban van a településen. A Magyarfalu pályázatban a Csikostöttösi Faluszépítő Horgász Egyesületet adott be pályázatot az összetartozás parkjára, meg is nyerte a pályázatot, a kivitelezés ott is elkezdődött, és ha minden igaz, akkor június 4-én az összetartozás napján lesz átadva ez a szobor és a picike kis parkocska mellette a hagyományok házánál. Ez mellett adtunk be egy pályázatot eszközbeszerzésre, 11,5 millió forint. Itt bízunk abban, hogy nyerdünk ezen a pályázaton, és további eszközökkel gyarapodik a község a közterületek fenntartására. A településen nemrég 30 darab fát is elültettek. Csatlakoztunk az ország fásítási programba a település fásítási programhoz. Ebbe 30 darab fát, berkenyét és szivarfát nyertünk. Ezek két parkba kerültek leültetésre, Madarak és Fák napján az iskolások, óvodások közreműködésével. Nagyszerű ünnepség volt, Benedekelek verssel köszöntötték az óvodások a fát, és egy jó kis közös program volt a Madarak Fák napján. Nagyobb közösségi programokat augusztusig biztosan nem szerveznek a faluban, az alsó tagozatosok viszont idén nyáron is táboroznak, majd Annafürdőre látogatnak el, számolt be Krem Imre polgármester.